Fontos beruházás végéhez ért a Szabolcs megyei Piricse település. Átadták a megújult egészségházat. Az épület felújítására 40 millió, az energetikai fejlesztésre 20 millió forint támogatást nyert a település. A helyi sportegyesület által elnyert defibrillátor is az egészségházban kapott helyet. A védőnői szolgálat épület olyan 65-ben épült, úgyhogy nagyon nagy szükség volt már a felújításra. Minden megújult benne. Csak a falak maradtak, a tetőzet, teljesen új ablakok kerültek, ajtók kerültek, a vízvezeték, a fűzésrendszer, a burkolatok, a csempék, szóval minden átalakult. Kialakításra kerültek benne akadálymentes mellékhelyiségek, vécék, akadálymentes rámpát építettünk hozzá, úgyhogy teljesen a mai kornak megfelelő az épület. A településen évekkel ezelőtt csak olyan magas önköltséggel tudtak különböző beruházásokat megvalósítani, amelyek megterhelték az önkormányzat költségvetését. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, Piricse az elmúlt 8 évben többet fejlődött, mint az elmúlt évtizedekben összesen. Simon Miklós azt is hozzátette, mintegy 1,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett a településre ez idő alatt. A szennyvíz beruházás volt az indító kulcsa az egésznek, mert véleményem szerint egy település akkor válik igazán élhetővé és európaivá, hogyha a környezetére vigyáz az ember. Azóta megújult a konyha, amit most adtunk át. A konyha épülete az iskola épületében van különben, és az iskola épületét 2014-ben adtuk át, ez 150 millió forintba került. Utak épültek a településen, mintegy 70 millió forint értékben, megújult a sportpálya a településen, elkezdődött a piacnak az építése, folyamatban van a bölcsőde beruházás, és most átadtuk ugye az egészségházat 60 millió forint értékben, ahol nem csak a házi orvosi rendelő kapott helyet, ezt idézőjelbe tenném, hanem a védőnői szolgálat is megújult. A következő időszakban tovább fejlődhetnek az 5000 fő alatti települések. Novemberben dolgozza ki a kormány a Magyar Falvak programot, amelyben további támogatásra pályázhatnak majd. A program forrás kerete országos szinten mintegy 150 milliárd forint lesz, tette hozzá Román István. A célja az az, hogy a falvakban élő emberek is olyan életminőséghez jussanak, mint a városban élők. Nagyon sok olyan fejlesztés volt az elmúlt években, ami ezt a cél szolgálta, viszont most indul egy nagyon komoly kormányzati program, ami ezt még tovább kívánja erősíteni. Ennek a része egyrészt az utaknak a felújítása, része az, hogy a lakhatást támogassa a falvakban, illetve egyúttal azt is támogassa, például, hogy azok a helyi térségi építési hagyományok, amelyek korábban megvoltak, azok tovább éljenek például, és célja az is ennek a programnak, hogy újabb és újabb intézmények újulhassanak meg. Bízom benne, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ebből a forrásból sok fog érkezni. Átadták a korszerűsített konyha épületét is a településen. Energetikai felújítás, nyilázáró csere és elektromos hálózat megújítás történt. Ez látja el a 200 iskolás és 125 óvodás gyermeket, illetve az időseket is. Összesen közel 450 adag ételt főznek itt nap, mint nap. Erre a beruházásra 40 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat.